Sziasztok! Attila vagyok Isten országából, és ma szeretnék nektek beszélni a négy talajról, illetve egy-két koncepcióról, alapelvről, amit az Úr Jézus tanított az ő diákjainak, vagy ha úgy tetszik, követőinek, tanítványainak, gyakornokainak. És ezek nagyon fontos dolgok. Szoktam beszélgetni az emberekkel, és tegnap is előjött a téma egy barátommal, és hát ugye tudjátok, hogy Isten országában van két olyan dolog, ami szűk vagy keskeny vagy préselt. Bizonyára ismeritek Jézusnak azt a mondását, hogy ugye szűk az a kapu, ugye, és keskeny vagy összepréselt az az út, ami az életre visz, és ugye kevesen vannak, akik. Ebbe bemennek, akik ezt megtalálják, akik ezen az úton járnak. És um, vannak olyan emberek, akik a kapun nem mentek be, és azt hiszik, hogy az úton járnak, illetve vannak olyan emberek, akik lehet, hogy bementek a kapun, de letértek az útról. És tudjátok, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy aki mindvégig kitart, ő az, aki üdvözül. És tudjátok azt, hogy se a kapunk bemenni nem lehet, se az úton járni nem lehet Isten kegyelme nélkül. És az Isten kegyelme az, ami az embert eljutatja arra pontra, amikor megalázod magadat, hogy én ezt nem tudom csinálni egyedül. És ennek a kegyelemnek van egy csomóféle kiforgatása, ám ami egy hamis kegyelmet ad neked, és ami azt éri el veled, hogy még se kell az utoljárnod az igazi kegyelmet onnan fogod ismerni, hogy a szűk kapura visz téged, és a keskeny útra terelt téged. A hamis kegyelmet onnan ismered föl, hogy letérít és belevisz téged egy ilyen ősajnálatba, és fogok ezekről a dolgokról beszélni nektek, de azért hoztam ezt a példát, ezt a szűk kaput és ezt a keskeny utat, hogy rávezessem a gondolataitokat arra, amit Jézus úgy nevezett, hogy az Isten országának a legalapvetőbb példázata, vagyis a magvető példázata. Most csak nagyon röviden fogok erről beszélni nektek. Jézus azt mondta, hogy ha nem leszünk olyanok, mint a gyerekek, akkor ugye nem tudunk bemenni az Isten országába. Illetve azt is mondta Jézus, hogy ha aki nem szedettik víztől és szellemtől, az se jut be az Isten országába. Nagyon fontos, hogy gyermeki módon kell fogadni Isten igényt. Van nagyon sokféle egyház, szelekezet, vallás, bármi filozófia, eszperendszer, akik mindig megpróbálják ezt a széles utat, vagy ezt a szink kaput kiszélesíteni. De én azt mondom, hogy nem lehet. És ha megkérdezed azt, hogy akkor kicsoda üdvözlő, hogy a tanítványok is megkérdezték, úgy amikor a gazdag ifjú, Szomorku, szomorkodva eltávozott Jézustól, mert Jézus egy olyan dolgot mondott neki, amit ő nem tudott emberileg megcsinálni, hogy rossz a vagyonát, és adja oda a szegényeknek. És akkor megkérdeztek a tanítványai, hogy akkor ki üdvözülhet. És Jézus azt mondta, hogy ami embereknél lehetetlen, az az Istennél lehetséges. És Isten szándékosan tette meg a kaput szűknek, és szándékosan csinálta meg az utat keskenynek azért, hogy te neked ez lehetetlen legyen mert akkor kegyelemből lesz, és akkor nem pusztulni tudni dicsekedni, hogy milyen ügyes voltál. Viszont a kegyelem az eljuttat téged arra a pontra, hogy ez lehetetlen. Viszont nem jutott el arra a pontra, hogy akkor utána már mindent szabad. És itt rontják el nagyon sokan. Na de vágjunk bele a magvető példázatába. Ugye ismerjétek az igét, most fejből fogom mondani, de kövessétek a bibliátokban. Ez a Máté 13-ban van leírva, vagy ha jól tudom, akkor a Márk evangélium a négyben is ott van. De kikeresítetik bármelyik evangéliumból, még talán a Lukásból is le van írva. A házi feladat, olvassátok el, ti is keresítek meg ezt a, ezt a példázatot Jézusnak. Ez a leg, legelső, legegyszerűbb, legalapvetőbb példázat. És Jézus azt mondta, hogy ha ezt nem értitek, akkor semmit. Akkor semmit nem fogtok az Isten országából megérteni. És azt mondja Jézus, ugye, hogy kimegy a magvető, és akkor veti a, a, a magot ugye a szártóföldbe, és akkor vannak magok, amelyek ugye az út szélére esnek, és akkor köves, vagy ilyen, tehát le van taposva az út, és keményebb az az út, és akkor ráesnek a magocskák, és jönnek a madarak, és ugye fölcsipegetik. Ezt a talajt nevezzük úgy, hogy egyes talaj, oké, okay? első talaj. Aztán vannak olyan maguk, amelyek ugye a, a köves talajra esnek bele, és igen, beleesnek, és aztán hirtelen ki is nő belőlük a, a növényke, bejön a napsütés, és mivel nem volt elég mélyen a gyökere, ezért hamar elszáradt. Ez a második talaj, ez a köves talajoké. oké? Okay. Akkor van a harmadik talaj, ami arról szól, hogy vannak bizonyos magok, ahol a tövisek közé húlik a mag, és akkor valahogy beleesik a földbe, de ott vannak ezek a tövis bokrok, ugye? és ezeknek jó masszív gyökereik vannak ezeknek a tövisbokroknak, és jó körbenövik a magocskát, és ami növényke kibújna belőle, ugye körbe folytják a tövisbokroknak a gyökerei, és így elhal az egész, és nem hoz termést. Ez a tövisbokros talaj lesz a harmadik talajunk, oké? Okay? Tehát harmadik talaj, és akkor van egy negyedik talaj, ahol a mag a jóföldbe esett, és akkor ott ugye ki tudott kelni, fölnőtt szépen, és termett 36 60 és 100 e, termést, mint az eredeti volt. Ugye ez volt a magvető példázata, és akkor e, voltak ott mindenféle bámészkodók, nézelődők, meg gyógyulni vágyók, meg csodakergetők, és hát voltak ott tanítványok is, gyakornokok, akik a mestertől tanultak, és ők oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, hogy ezt kérlek, magyarázz el, ezt a példázatot nem értjük. És akkor ugye Jézus elmondta, hogy vannak, akiknek megadatik, hogy megértsék, vannak, akiknek nem adatik meg, mert kemény a szívük, ugye meg, megkövéredett, jól laktak, ők csak szórakozni jönnek, nem akarnak látni, nem akarnak hallani, de boldog az a fül, meg az a szív, meg az a szem, ami a tiétek, ami lát, ami, hall, ami ezeket be tudja fogadni. És akkor nektek elmondom a példázatot. De nekik nem adatik meg. Mert ők jól el vannak magukkal. De mivel ti kérdeztetek engem, ezért nektek megadatik. És itt csak egy rövid bátorítás legyen nektek, akik nézitek ezt a videót, hogy onnan különböztetheted meg a bámészkodótól Jézusnak a tanítványát, hogy követőjét, hogy a követő az kérdez Jézustól, már beszéltem erről talán, hogy a, az érdeklődő ima, ami azt jelenti, hogy megkérdezed Jézust, hogy erről mi a véleménye, mutas nekem valamit, taníts engem valamire. Ő, akár az igény keresztül fog tanítani, vagy helyzeteken keresztül, vagy a szívedbe tesz egy gondolatot hogy, azt majd Isten eldönti, hogy hogy tanít téged, neked egy dolgod van. Ha te egy akkornak akarsz lenni, akkor ugye megkérdezed Jézust, hogy, hogy uram, hogy vannak a dolgok, nem értem, kérlek, magyarázd el. És nem csak itt kell kikutatnod a dolgokat, mint egy elmebeli filozófus. Jézusnak nem filozófusokra van szükség, akik kiagyalják a dolgokat, hanem neki gyakornokokra van szüksége, akik oda mennek Jézushoz, és megkérdezik, hogy Jézus ez mit jelent. És akkor van egy személyes kapcsolatod. Jézus így magyarázza ezt a példázatot, hogy vannak magok, ugye az első talaj, oké, ők voltak, akiknél a mag az az út szélére esett ők azok, akik hallják ugyanaz igét, de nem is értik. És akkor mihelyt jönne az igé az ember szívébe, ugye nem húlik be, mert nem érti, a sátán és az ő démonai már ott várnak, hogy kikapkodják, ugye a madarak, azonnal jönnek és fölcsipegetik az útszére esett igét. Ugye, és itt nem hozott termés, eleve meg se volt, nem is volt meg a megtérés, semmi nem volt. Nem érti, kész. Ők azok az emberek, akik <kül> akiről lepereg az ige, és bármit csinálsz velük, nem értik. És jön a sátán, és elviszi, és volt rá példa, hogy valaki mesélte nekem, hogy hirdette az igét valakinek, vagy beszélt Istenről, és akkor el, el, úgy bólogatott meg minden, és akkor eltelt egy hét, és aztán olyan, mintha mi se történt volna, ment vissza a horoszkóp, meg a joga, meg az okult, mindenféle furcsa dolgokhoz. Tehát lesen esett neki a tantuszt Istenről. Hát ők az első talaj. Jézus azt mondta, hogy az ilyeneknél, ugye, hogyha nem fogadják be az igét, akkor verd le a fortak is válladról, vagy a lábadról, és szépen, ugye, ott így menj tovább, ne érdekeljen téged, tehát ne pazarold rá az idődet, mert majd lesznek olyanok, ahol befogadják az igét, és tudod, hogy egy magvetőse ott megáll a kövön, és akkor ott nézegeti a az út szélén, hogy na mikor nő ki, mikor nő ki, mikor nő ki, meg ott a lábával a magot, hogy nem. A magvető az megy a szántóködbe, és így szépen nem nézi, hova esik a mag, az csak esik. Ezzel akarlak titeket bátorítani, hogy nyugodtan hirdessétek az igét, különösen férfiak, menjetek ki, hirdessétek az igét, és ne törődjetek az, hogy hova esik a mag, az nem a te dolgod. Te csak veted a magot. Az nem a te dolgod, hogy melyik ember szívében van a, az útszél, Oké, okay, az, az az Isten dolga. És a, a második talaj volt, emlékeztek, amit ugye mondtam, a köves talaj, amikor a, a földben ott vannak a kövek, mindenféle kövek, ott vannak olyan akadályok, amik nem engedik meg azt, hogy a mag mélyre tudjon hullani és a gyökere mélyre tudjon menni, igaz? És amikor kinő a mag, azt mondja Jézus, hogy ők azok, akik gyorsan fogadják az igét örömmel. Legyetek óvatosak a gyors megtérőkkel. Legyetek óvatosak velük. Az én életemben is vannak ilyen gyors megtérők. És azt mondja róluk Jézus, hogy nincsen gyökerük önmagukban. Tehát egy darabig ideig hisznek, örülnek, csinálják a dolgokat, gyorsan kinő. Még akár úgy is néz ki, hogy lesz belőle valami. De amikor jön a napsütés, és erre Jézus azt mondja, hogy az üldöztetés. Az üldöztetés, és tudjátok, az ige, a logosz miatt jön az üldöztetés, mert az ember akarja követni Istent, elkezdi az ige szerint csinálni, tehát nem a vallás szerint, nem a kereszténység szerint, nem a gyülekezetek szerint, nem embereknek akar tetszeni, az ige szerint akarja csinálni, de mivel nincs gyökere magában, meg ott van valami kő, ott van valami a szívében, ami nem lett eltávolítva, valami bávány, vagy bármi a múltjából, nem lett eltéve az ungó. Lehet, hogy bemerítkezett, lehet, hogy elindult, de azt mondja, hogy az Ige miatti üldöztetés miatt megbotránkozik, és elfordul a hittől. Ők lesznek azok, akik kiszélesítik a, a keskeny utat, nem bírják tovább. Azt hiszik, hogy ez az egész egy nagy törvénykezés, hogy, hogy ez, ez milyen életődő dolog, hogy te követed Krisztust, hogy semmi sem jó, meg elveszítem a barátaimat, meg a kapcsolataim tönkre mennek. Csak azt nem értik, hogy a kapcsolatok azért mennek tönkre, mert az ige miatti üldöztetés miatt ugye az emberek elkezdik őket megutálni. Ugye Jézus is mondta, hogy aki engem követ, ugye, akkor mindenféle rosszat fognak, hazudni rólatok. És nem bírták a, a gyűlödést és az ige miatti üldöztetés miatt egyszer elegük lett. Mi ezt nem bírjuk csinálni. Ez nem kell nekünk. És mivel nem volt önmagukban gyökerük, tehát mások hitére támaszkodtak, nem a saját hitük mélyült el az úrban, és nem akarták az igét követni, mert ott volt egy kő, valami kő ott volt a szívében, amit nem adott át Isten meg, ami megakadályozta abba, hogy meghajjon magának teljesen. Ezért elpárfolnak és a könnyebb utat választják. Tehát ők a második talaj, akik a köves, tehát az a maga, melyik a második köves talajra esik. Oké? Okay? És nincs milyen a gyökerük és lehet, hogy be voltak merítkezve, lehet, hogy elindultak, de ne felejtsétek hogy nem hoznak termést. És majd erről is beszélek, hogy mi az, hogy termés. Van a harmadik talaj, tudjátok, amikor a magas beleesik a tövisek közé, és a, a tövisről Jézus azt mondja, amelyik megfolytják az igét. Ez sokkal sunyibb, mint a második talaj. A másik talajnál gyorsan kinő, hamar jön az üldözés, és mit tudom én, egy fél év, egy-két egy éven belül, vagy bármikor gyorsan, hamar gyorsan elpártolnak. De a harmadik talajnál sokkal sunyibb az ördög a támadással. Ugye a másik talajnál embereken keresztül támad. Vagy kételyeken keresztül. Oké, okay, hogy biztos jól csináljuk. Biztos nem mi őrültünk meg. Biztos, hogy mi ilyen szeretetlen ítélkezők lettünk. És akkor mindenki bűnös, csak mi vagyunk jók. Ö, ne felejtsétek el, hogy az út az keskeny, az kevesen járnak rajta. És ők ezt mindig kiszélesítik ezt az utat. A harmadik talajnál azért sunyib az ördög, a tövisnél, mert ott azt mondja Jézus, hogy ezek az élet gondjai, ezek a tövisek. És úgy vagy együtt növekszik a tövis, ugye a maggal, és szépen lassan az életedben fölnő az, vannak a tudata azzal a gondolkodás hogy Isten nem gondoskodik rólad. Volt valaki, akit bemerítettem, és vannak egy vállalkozása, és akkor bátorítottam, hogy adja át az Istennek az irányítást a vállalkozásába, hogy majd az Isten, ha akarja, akkor elveszi a vállalkozásodat, ha akarja, akkor ad neked még több vendéget, azért, hogy neked több időd legyen arra, hogy az igét olvas, több időt legyen arra, hogy az igét hirdes, több időt legyen arra, hogy, hogy az Isten ország a dolgaival törődje. És egy darabig ment is, hirdette az igét, hogy mentek ki démonok, jöttek az emberek hozzá, én igen ám, de fölnőtt egy tövis az életében, és azt mondta, hogy neki kell egy második állás, egy harmadik, meg egy tanfolyam, meg mindenféle dolgok. És az elején már figyelmeztettük, hogy, hogy hogy ez nem lesz jó. Ez nem lesz jó, mert Jézus azt akarja, hogy bemenj az Isten nyugalmába, és hogy leragd a terheidet, és engedd meg, hogy ő gond rólad. Tehát viselje rólad, gondol. És egyszer nem bírta el, nem tudott a nyugtában megmaradni, nem tudta átadni a terhet. És jött a tövis, jött az aggódás. Talán mondhatjuk ezt, hogy a tövis az az aggódás, az élergonja, meg a gazdagság, meg a csábítás, a materializmus, és nem bírt hitben megmaradni, hogy mi van, ha Isten megáldja a dolgaimat, ha én neki szolgálok, és ő is kiakadt, elakadt, és elfordult, és nem hoz termést, és általában a második és a harmadik talaj, ők, akik a nem bírják a gyűrődés, és akkor, hogy tompítsák a lelki ismeretüket, elkezdik magukat igazolni, és esetleg azokat bírálni, akik meg tényleg mennének a keskeny úton, és akkor ilyenkor szakadások történnek. Ám, nagyon fontos, hogy erre még rásegít a sátán, hogy behoz farkasokat az életedbe. Olyan hamis tanítókat, akik azt mondják, hogy ezt nem kell komolyan csinálni, ez törvénykezés, ez nem jó, ez túl keskeny neked, ez túl szűk, ez nem kell egy komolyan menni, különben is ott a kegyelem. És voltak ilyen emberek, akik elcsábítottak bizonyos tanítványokat, mert hogy, a ke, hogy ez ennél sokkal egyszerűbb a dolog, különben sincs bennetek szeretet, ti ezt törvényből csináljátok. És jött egy ilyen aláásás, egy lelkiismeretbeli vádaskodás. Ugye adta manipulálják az embert, hogy ti nem vagytok elég jók. Ezért fontos a meggyökerezés. Hogy te meggyökerezd magad Krisztus szeretetében, erről szól az egész efézusi levél az új tanítványoknak írja le, áll, hogy gyökerezzetek meg az Isten szeretetében. Lássátok át a képet, hogy honnan hozott ki titeket, és hogy milyen nagy reménységre hív titeket az úr. El lehet olvasni az első néhány fejezetét az efézusi levélnek, ám, hogyha új tanítvány vagy, meg kell gyökerezni. Hát az a probléma, hogy nem volt erős a gyökerük. Ugye mind a kettőnél ez a probléma. Azoknál, akik a köves talajba estek, ott a gyökér nem tudott áthatolni a kövön, nem, nem, volt erős a gyökér, és azt mondja Jézus, hogy nem volt gyökerük önmagában. Nem volt erős a hitük. És ezért, és a követ ugye nem távolították el a szívükből. A harmadik talajnál pedig megint csak nem volt erős a gyökér, mert ott volt ugye agresszív támadás, a másik gyökér ugye a a tömises bokornak a gyökere megfojtotta. Tehát jönnek ezek a problémák, a tévtanítók, az üldöztetések, és elfolytják az igét, és azt mondja Jézus, hogy nem terem náluk termést. És ez a második, ez a, és a harmadik, ők már valószínűleg tanítványok voltak, elindultak az úton. Okay? Az első nem indult elő, nem értek semmit. A második és a harmadik, ők megértették, és elkezdték csinálni a dolgokat de idővel kibukott a dolog, és nem hoztak termést. Oké, okay? ez nagyon fontos, ez az Isten országának a legalapvetőbb tanítása, hogy elgondolkozz, hogy én melyik talaj vagyok, ahonnan a mag ki tud esetleg nőni, vagy sem. És a negyedik talajnál volt az, amikor azt látod, hogy érti, hát hallja, érti, meg is csinálja, és azt mondja, hogy hosszú tűréssel, nagyon fontos, hosszú tűréssel teremnek gyümölcsöt nem lehet a hosszú tűrést is És nem is baj az, hogyha néhány buldozer és útenger átmegy rajtad, mert ez jót tesz az egódnak, hiszen legye párja, kinyírja, hogy te nem vagy pontos, és Isten letesztel téged, hogy milyen a te hited. Ugye, hogy te hűséges vagy, tudod, hogy a görögben a hit és a hűség az ugyanaz a szó, de még a hitelesség is. Meg az, hogy, hogy rád lehet bízni dolgokat, ez ugyanaz a szó a görögben. Hogy te megbízható vagy hiteles, hűséges, hihető. És Isten leteszteli a dolgokat. Hagyja, hogy problémák legyenek, hagyja, hogy gyúlöztetés legyen, hagyja, hogy préselt legyen az az út. Ha a te utad nem préselt, akkor te nem az úton vagy. Hiszen Jézus azt mondta, hogy kövess engem, és ezt akkor mondta, amikor mondta, hogy az ember fiát majd át fogják adni, meg fogják csúfolni, megpeszíteni megölni, de harmadnap ő fog támadni, és utána mondta, hogy aki akar jönni utánam, az ugye tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Ugye naponként. Most amikor te ezt nem bírod, mert testből akarod csinálni meg saját erőből, amúgy ez a célja, hogy a saját erődben belefáradj, és föladd, és akkor átadd Istennek. Most kétféle föladás létezik. Az egyikféle föladás az az önsajnálat, aki ez a sátán vallása, hogy szegény nekem ez nem megy, biztos nem ez az út. Nekem szeretetre van szükségem és elfogadásra, és visszamegyek a világba az ökumenéhoz, hogy akkor mindenkivel le, csak ne üldözzetek, légy szíves, mert ez nehéz. Jó. És van a másik fajta föladás, amikor önmagadat adott föl, az az önmegtagadás, amikor úgy imádkozod, Istenem, tudom, hogy ez a helyes út, tudom, hogy ez a jó, nekem nem megy, kérlek, segíts, mert ami embereknek lehetetlen, az Istennél nem, mert Isten egy minden lehetséges, és ez az igazi kegyelemnek a lényege. Ahogy Pál mondja, hogy többet munkálkodtam, mint a többi apostol, de nem én, hanem az Isten vele munkálkodó kegyelme. Tehát a kegyelem az nem letérít a keskeny útról, hanem rávezet és megtart téged a préselt úton, ahogy Pál mondja, hogy, hogy én most már elvégeztem a szolgálatomat, és hogyha kell, akkor még mit is kiontatom, ha kell, akkor legyek feláldozva, széttaposva, megtanultam szűkölködni, bővölködni, nem számít. Isten kegyelme végigvitt engem. És ez a negyedik talaj, ahol ki, ke ki kell a növényke és terem 30-60 Most itt uh, kell megértenetek egy dolgot, ami egy kicsit biológia, hogy Jézus azt is elmondja a magvető példázatában, hogy a, a, a mag, amit a magvető elvet, az nem más, mint az Isten igéje, ez a Logosz. Oké? Okay? A Logosz az az Istennek a logikája, koncepciója, elgondolása, a nagy-nagy-nagy tervrajza Istennek, oké? Okay? És a János Evangélium azt mondja, hogy ez a Logosz, ez a tervrajz, ez az elképzelés, ez az alapötlet, ez az Isteni logika és koncepció, elgondolás, ez testélet, ugye Jézus Krisztusban. Azt mondja, hogy ez a mag, Isten testélet, Isten maga az elgondolás kis a logosz, a logika. Ahogy te magad is az vagy, amit gondolsz, ugyanúgy Istennél is ez így van. És ez az Isteni elképzelés testélet Jézusban három dimenzióban emberként bemutatta nekünk az Istent. Meg az ő akaratát, az országát, úgy mindent. Meg az önfeláldozását, ugyanakkor a szigorát is. Ugye akik téveítenek azok ellen a szigorát, az alázatosokkal szemben a megkönnyülését. és, és ez a mag, ez Jézus. De ez a mag, ez az Isten igéje és is, az írott ige is, ugye, meg a testélet ige is. És ugye a hited az hallás van, a hallás pedig Isten igéjéből, és amikor az ige megelevenedik benned, és behull a szívedben, akkor attól függ, melyik a szívet, úgy fog kinőni a mag. És ha mondjuk veszünk búzát, akkor a búza magocskából ugye búza növény lesz, annak meg lesz kalásza, igaz? És a kalászban tudjátok, hogy a mag mikor érik meg, amikor száraz. Nagyon fontos ezt megértenetek, hogy aratás akkor működik, hogy amikor hosszú távon süt a nap, és kiszárad a búzából a mag. És ezért mondta Jézus, hogy van a napsütés. Oké, ki kell a mag, lesz belőle növény, és ott a napsütés, annak ki kell szárítania. Ki kell szárítani a saját jóságodat, a saját nedvességedet. A saját cukrosságodat, ezt mind ki kell szárítania a magnak. Amikor eljutsz oda, hogy én bennem semmi jó nincsen. Tehát a nap, az üldöztetés, a problémák, ezek mind kiszárítanak téged. Hogy eljuss oda, hogy nem marad más, csak a mag. Mert a kalászban mag van. Oké? Okay? És a mag az nem más, mint Jézus. És amikor Jézus megérik benned, akkor az ugye ki fog kelni belőled, és termést fog hozni. És amikor termést hoz belőled, akkor ugyanolyan az lesz az életed, mint Jézusnak igaz. Hát, amit olvasol Jézusnál az apostolok cselekedeteiben, vagy ugye az evangéliumokban, látod az első tanítványokat, egy ahhoz hasonló élet fog benned megnyilvánulni. És ezt jelenti a genetika. Tudjátok, a magaz nem áll másból, mint öm, információból, a DNS-ből, illetve egy pici tápanyagból, és ez a kettő bekerül a talajba, és a talaj főhasználva ki kell belőle a növény. Most ezt veled Jézus is. Amikor bekerül a szívedbe a mag, akkor most kilövöm, most ne hívogasson senki. Amikor a mag kinő belőled, akkor a főhasználja az életedet, a szívedet, mindent, és átalakítja Jézussá. Ugyanaz az információ, és ugyanaz a növény lesz belőle, és ugyanaz a gyümölcs lesz. Tehát az életed nem fog eltérni a Bibliától. Ez nagyon fontos. És akik letérnek a keskeny útról, ők el fognak térni a Bibliától, és ezt úgy nevezzük, ugye, hogy gén módosítás, gén manipuláció, hamis információ kerül beléjük, vagy ők maguk változtatják meg az információt, és egy korcs növény, egy gyom növény lesz az életük, vagy éppen egy konkoly lesz az életük amiről Jézus is beszélt, hogy a múzak közé bevetették a kompolyt, ám és nem hoz termést, vagy hamis termést hoz, részegséget hoz, meg mindenféle varázslást, és akkor az Isten rájuk keresztül a téveigésnek az erejét, mert nem fogadták be, hogy az igazság szeretetét. Tehát, talán így akkor értitek, ugye, akkor még egyszer, hogy van a mag, ez Jézus, Jézus az Isten igéje, amikor megtérsz, és meghalsz magadnak, és bemerítkezel Krisztusba, és ugye bekerül a magod csak a szívedbe, és attól függ milyen talaj vagy, vagy kinő, vagy nem nő ki, ugye, vagy elszárad, vagy megfolytják, oké? Okay? ha jó talaj vagy, akkor neked is lesz, ugye magod, ugye 30-60 tehát lesz rajtad kalász. És abból lesz ige, és az ige, amit hirdetsz, az nem fog eltűnni se jobbra, se balra, a Krisztustól ahol eltér az ige jogra vagy balra, ott hamis, manipulált igét érvetnek. Viszont Isten azt fogja megcsinálni, hogy Jézus legyen minden mindenben. Tehát ezért hívták, tudjátok, az első tanítványokat hívták keresztényeknek, amúgy Christianus latinul, és az annyit jelentett, hogy Jézusiak vagy Krisztusiak, és amit ma már nagyon el is sépeltek. Tehát 11 évig, vagy körülbelül 10 évig nem is volt olyan szó, hogy keresztény, csak olyan volt, hogy az úr útjának a követői, vagy gyakornokok, tanítványok, akik segítségű hívják Jézust. De ők mind olyanok voltak, mint Jézus, piciben. Persze voltak problémáik, volt értetlenség volt, amit még nem tanultak meg. De ez volt a feladatuk ugye a tanítványozóknak, hogy megértessék az emberekkel a koncepciót, a krisztusi tanítást, az apostoli tanítást, hogy ahogy te átadod az életedet Krisztusnak, és az egódat leteszed, és hagyod, hogy a, a föld, a szíved az a föld. De nem a föld a fontos. Hanem a földből hagyod, hogy kinőjön Krisztus. Az lesz a fontos. És ez a kincsünk, ez ilyen törékeny cserépedényekben van rakva, az Isten dicsősége. És merjél gyenge lenni. Mert azt mondja a Pál is, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Amikor a mag szét, szét tudja törni a gyökerével a kis föld darabkákat ott, és föl tudja emészen, akkor tudsz gyenge lenni, tudod beismerni, hogy nem, tudod, hogy Krisztusra van szükség, Uram, te csináld meg. Tehát te önmagadból nem tudod Jézust megvalósítani. Te önmagadból csak egy hamis vallást tudsz megvalósítani, Káinnak a vallását, az ilítséget és az önsajnálatot. De amikor hagyod, hogy az a mag szétmarja a szívedet és a gyökér, fölemésze a talajt, és átalakítson téged Krisztusivá, Na, az kegyelemből fog megtörténni, de az a, neked alázatra van szükséged, hogy átadta a tereket. És ez türelemre lesz szükséged, hosszú tűrésre és olyanra is, hogy magadat hátrányba helyezed. Ilyen is lesz, és hosszú tűréssel fogod meghozni a termést, 30-60 százanyit. Úgyhogy ez lenne az Isten országának legalapvetőbb példázata. Ne féljetek a keskeny úttól, a színkaputól, ne féljetek az üldöztetéstől. Jézus mondta, hogy fognak üldözni. Ne féljetek ettől. Jó, tesz az üldözés, az a napsütés. Kiszárít. Szétszedi a saját jóságotokat, és akkor marad csak a Krisztus. Én remélem ez így érthető volt. Nagyon sokan hirdetik a széles utat. Hirdetnek egy hamis kereszténységet, hogy nem kell komolyan venni tőlük forduljatok el, ez a Róma 16-17-ben tize, mondja Pál Apostol, Róma 16-17, tize, hogy akik ellenem mennek a, a, tanításnak, amit ugye az apostolok hirdettek, de Pál mondja, hogy amit hirdettünk nektek tanítás, és ennek ellene mennek, és visszájkodás szítanak az ige körül, ezeket jelöljétek meg, és távolodjatok el, mert ők a hasuknak akarnak pecselegni, tehát hasuknak akarnak jót, és azt mondja, hogy az ártatlanok szívét, hízelgő beszédekkel elcsábítják, elcsülik, csavarják. És ez történt az egyik tanítványommal is, hogy oda ment valaki, hogy és elkezdett ilyen fülbe mászó szöveget mondani a kegyelemről, és akkor így megilletődtek, és akkor jó, igazatok van tényleg, és akkor mentek a széles útra, és most már mindenkivel ökumenisan, ökumenikusan lebratiznak a úgymond hamis szeretet nevében. Um, de én azt mondom nektek újra, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. És a tanítvány az olyan lesz, mint a mestere. És ne felejtsétek, hogy ezt nem azért csináljuk, mert muszáj, hanem azért, mert ha benned van a Krisztus, ez automatikusan ki fog nőni benned. Ha nincs benned a Krisztus, vagy ha van benned egy büszkeség, hogy ha én ezt a területet nem adom oda az Istennek, akkor ott te el fogsz távolodni a keskeny úttól. El fogsz távolodni. Ezért fontos, hogy aki mindvégig állhatatosan kitart, és lesznek próbák, Isten oda fogja vinni az életedet a próbákhoz, a követelket távolítani, a több kell távolítani, ott meg kell magad alázni, és azt kell mondani, hogy Istenem, vedd ki ezt az életemből. Változtasd át, átadom a terepet, nem akarok semmit, ami az enyém, azt akarom, hogy ami a tiéd, az legyen az életemben. És amit meg nem akarsz, hogy az életemben legyen, az távol Isten uram, mert arra az örök kivalóság szempontjából nincs szükség gyűjtsetek kincseket oda. Mert ahol a kincsed, ott lesz a szíved is. Ami, ami fontos neked, ott lesz a szíved, abba fogod berakni. De Péter azt mondja, hogy minden el fog égni ezen a világon. Teljesen butaság és fölösleges ide berendezkedni, úgyhogy az embereknek tetszel és kapcsolatokat építesz, és megfelelsz nekik. Butaság. Hosszú távon gondolkodjatok, és ezzel zárom, hogy Pál mondja, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás, Na mi a meghalás? Meghalás nyereség. Kérjétek az Urat, hogy segítsen meghalni magatoknak, mert a föltámadás mindig a meghalás után jön. És aki meg akarja tartani az életét, az elveszíti, de aki elveszíti ezen a világon az ő életét, Krisztusért és az evangéliumért, átadod magad neki, és azt csinálsz Isten, amit akarsz. Akkor te megtalálod? Legyél bölcs, és ne bolond! Legyél bölcs, aki a házadat az igére építi, és nem fog hosszú távon, nem fog szétesni. Jó? Legyen ez bátorítás, de legyen ö, egy figyelmeztetés is, hogy lesznek valószínűleg olyanok a videónézők közül, akik el fogtok pártolni. Olyan is lehet, hogy majd engem megutáltok, vagy a, a, azokat, akik hasonlóan gondolkodtok, és ne rosszat fogtok azodozni rám. Ez benne van a játékban. Ez nekem napsütés lesz. És ez, ez az lesz, hogy Ilyenkor szívességet tesznek, az üldözőitek azok szívességet tesznek nektek, mert Jézus azt mondta, hogy ha mindenféle rosszat hazudoznak rólatok, akkor ö, nagyobb jutalmatok lesz. Úgyhogy, és ilyenkor mondja Jézus, hogy örüljetek, mert teszették a, a profétákkal is, csak a hamis proféták azok, akiket mindenki szeret. Úgyhogy addig örüljetek, amíg van üldöztetés az életetekben. Jó, addig örüljetek, mert addig biztos, hogy a jó úton vagytok, mert Jézussal is ezt csinálták, um, Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani az üldöztetésről is, és a világ gondjaiban nehogy belegabajodjatok, mert többet értek a madarak, mert többet értek Salamon ruházatánál. Ö, én is órákat tudnék mesélni a gondviselésről. Van egy videó, hogy a, hogyan gondolkodik Krisztus ö, tanítványa. Ott erről beszélek, mert valószínűleg már láttatok is. A lényeg, hogy legyetek a negyedik talaj, amely hosszú töréssel, de meghozza a gyümölcsét mert már hosszú töréssel lecsupaszítottad magadat, és megtanultad a kegyelmet, hogy a kegyelemből működik a dolog. saját erőből akarsz tanítvány lenni, az barátom a zsák utca. De ha a Krisztus vezet, akkor minden úgy lesz, ahogy a Bibliában. Démonokat űznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat emelnek arább, ha valami mérget kéne indiuk, nem árt nekik, és hogyha gyengékedőkre teszik a kezüket, azokkal áldás történik, és ez ma is így van, és Isten kimunkálja a szeretetet azok között, akik, akik őt követik. Nem leszünk sokan, ezt Jézus megmondta, hogy nem leszünk sokan, de tartsatok ki, és kérjétek az Istent, hogy ők össön titeket össze normális testvérekkel, és kérjétek a megkülönböztetés ajándékát, ami a szellemeket megítéli, az igazi elválasztja a hamistól, a pejvát, a búzától, ezeket Jézus megígérte. És ne keveredjetek össze, Krisztusként a beliállal, világosságként a sötétséggel, Isten templomaként a bálványokkal. Jó? Tartsatok ki, és meg fogja hozni a gyümölcsét. És Jézus azt is mondta, hogy ha mindent ott hagytok ő érte, akkor fogtok kapni már ezen a világon 30-60 ugye szántóföldet, vagy apákat, anyákat, testvéreket, házakat, stb. üldözhetéssel együtt. Úgyhogy ez is benne van a pakliban. Mondom, hogy az üldözetést se fogjátok kikerülni, és sok nyomorúságon át fogunk bejutni az Isten országába, viszont a negatív hír ellenére fogtok egy csomó jó dolgot is tapasztalni. Én, amikor a leginkább össze voltam törve Isten, akkor mutatta meg leginkább az erejét, és az általában így is lesz, akkor úgy érzed, hogy ki vagy facsarva, akkor ö, fogod megtapasztalni Isten hatalmát is. Tehát fizessétek ki az árát ennek, ö, és erről majd talán egy máskor a toronyépítő, hogy azt ki kell fizetni az árát. De ez egy hosszú távú befektetés, és mégis az az érdekes, hogy amit leteszel, azt Isten megsokszorozza, legyen az két kenyér, ha megsokszorozza az Isten és a, ez nem arról szól, hogy megvásárolod az üdvösséget, ez arról szól, hogy lemondasz magadról, és minél inkább kiszolgáltatod magadat Istennek, annál inkább szükséged lesz az ő kegyelmére. Tehát az egész erről szól. Jó? Úgyhogy. Na, de a többit majd az Úr Jézus mutassa meg nektek. Olvassátok a Bibliát, ha újak vagytok, az etézusi levelet olvassátok el. Um, meg az Isten kegyelmében, szeretetében ne hagyjátok magatokat becsapni vádaskodásra, hogy mi van, a rosszul csináljuk. Mert az ördög mindennek fog tenni, mint ódító oroszlán, hogy elnyeljen titeket. De meg az ő kegyelmében, az úr kegyelmében. Jó? Hogy, és ez nem az a hiterkegyelem, amit a téveigők hirdetnek, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és tök jó, meg így úgy, meg nem szabad feddeni, meg izé. Az igazi kegyelem az téged ráterel a keskenyünkre, és azt csinálja veled, hogy a világi meg mindenféle kívánságokat elhagyd, és hogy Krisztusival változtasson téged. Jó, és a tanítvány olyan lesz, mint a mestere, a fókészült. Úgyhogy legyetek áldottak, jártak az úrban, és ha te még nem haltál meg magadnak, akkor vald meg a bűneidet. Ha keresztény vagy, és templomba jársz, vagy bármit csinálsz, és de nem az úr tanítványa vagy, akkor mondd el azt az imát Istenek, hogy minden, ami hazugság az életemben, attól szabadítson meg, vald meg a bűneidet, kérd meg az Urat, hogy mutassa meg a gonoszságodat, juttasson el arra a pontra, hogy összezúzod magadat a kősziklán, hogy semmi jó nem marad belőled, darabokra törsz, és akkor végre meg tudsz szalni magadnak, és el tudod temetni Jézus halálába a vízben, és akkor lesz a feltámadás. De muszáj, hogy össze legyi, törve, ez muszáj, ezt nem lehet kikerülni muszáj a kereszten átmennie muszáj a halál árnyék az ölgyén átmenni. Mert csak a halál árnyék a ha az, hogy asztal terít az Isten. Az ellenségénk szeme láttára. Na, Isten áldjon titeket, Attila vagyok Isten országából, sziasztok!